Teljes kihasználtsággal működik minden nap az oltalom szeretett szolgálat nappali melegedője. Itt napközben 180 adag meleg ételt is kiosztanak a rászorulóknak. Napok óta a fagypont alatti hőmérséklet a jellemző, ennek is köszönhető, hogy többen veszik igénybe a hajléktalan ellátást, azonban ez nem csak a téli időszakot jellemzi. Igazából nem most a hideg idő miatt változott, hanem ez nekünk már október 15-től folyamatosan látszik, hogy nő az ellátotti létszámunk. Ez elsősorban nem a mi településünkről bejött utcás hajléktalanok miatt van így, hanem a kisebb településekről, ahol nem megoldott a hajléktalanellátás, onnan húzódnak be ugye mi intézményünkbe, hiszen az egész megyében egyedül nálunk van ilyen komplexen hajléktalanellátás, és ezért kénytelenek ide jönni és itt igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. Úgyhogy jelenleg a 100 férőhelyünkön, például az éjjel menedékhelyen 138-an éjszakáztak bent, ami már azt jelenti, hogy a hely adta sajátosságok miatt 121 ágyat tudunk elhelyezni, tehát most már innentől kezdve mindenki matracokon, folyosón, lakóterek előterében és ilyen helyeken alszik. Másút már nem tud nekik helyet biztosítani, de utcán nem hagyunk senkit. A közterületen életvitelszerű lakhatást jogellenessé nyilvánító októberi rendelkezés hatályba lépése óta ugyan érezhető mértékben nőtt a hajléktalan szállók igénybevétele, azonban így is sokan maradnak az utcán. Ők gyakran kikerülnek a szociális intézmények, valamint utcai szolgálatok látószögéből, és olyan helyre szorulnak, ahol nehezebb elérni őket. Amennyiben az utcán találnak úgy hajléktalant, akivel mondjuk tudnak kommunikálni, akkor egyrészt megkérhetik rá, és elmondhatják nekik, hogy a Bokréta utcán található éjjeli menedékhely oda elmehetnek, lehet nekik segíteni, mert sajnos nem csak nyíregyháziak vannak itt most Nyíregyházán az utcán, hanem más településekről behozták őket, és nincs helyismeretük. Lehet nekik segíteni azzal, hogy elmagyarázni, hogy hogyan jutnak el oda. Illetve, hogyha olyat találnak, akkor vagy a periféria szolgálatnak, egyesületnek szólni, az utcai szolgálatnak, vagy rendőrt értesíteni, és a rendőröknek is megvan erre az október 15-ös törvény ugye óta a protokolljuk, hogy hogyan kell akkor innentől kezdve hajléktalan személlyel eljárni. Nagy Judit azt is kiemelte, téli ruhanemükből és cipőkből folyamatos hiánnyal küszködnek. Mint mondta, ezért aki teheti, azzal is nagy segítséget nyújthat, ha használható ruhadarabokkal támogatja a különböző hajléktalan ellátó intézményeket és egyesületeket.